Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag folytatjuk az eddig megkezdett témát, hiszen elég sok eszköz van, amit érdemes megismerni. iPhone és társai csatolóeszköz, nem tudom bemutatni, ilyen eszközöm nincs, így bizony mindenki olvasson utána. A Help egész szépen leírja, hogy mit, hol és hogyan lehet elkészíteni, csatolni, használni, egyéb. Nyilvánvalóan nem tudom bemutatni. A következő dolog format USB. Gondolom mindenkinek egyértelmű, nagyon fontos dolog az, hogy sok rendszer alatt nincs előre elkészített grafikus USB pendrive, USB drive formázási lehetőség. Grafikus. Természetesen terminálból bármit meg tudunk csinálni, de most arról beszélek, hogy bizony telepített, előre bekonfigurált USB formázó, jó dolog. Miért? Mert ez már nagyon elterjedt, azt hiszem ezen nem is lehet vitatkozni, hiszen mindenkinek van, mindenki használja. Ennek a formázása pofon egyszerű, a grafikus felületen, format USB, rákattintunk, azt hiszem nem jelent itt senkinek gondot, ki kell jelölni, amit formázni szeretnénk, SD, itt fogom formázni. Miért? Egyrészt tudom, hogy a Sony-n mi van, tehát egyértelműen tudom, másrészt fogtam a fájlkezelőt, miután bedugtam a pendrive-ot, megnyitottam biztonsági okokból, hogy bizony ő micsoda, és megnéztem, hogy mi van rajta. Egy régebbi telepítésnek a telepítő médiája, erre már nekem szükségem nem lesz, azaz nem azért hoztam elő, hogy megnéztem, hogy én ilyen ügyes vagyok, hanem mindenki gondolja át, bizony ezek, hogy SDI, SDB, SD akármi, meg esetleg egyforma méretű, egyforma típusú USB penek között bizony jól el lehet tévedni. Azaz, hogyha leformázol egy olyasmit, amin adataid vannak, arról visszakapirgálni az adatokat majdhogy nem lehetetlen, azaz kétszer meg kell nézni. SDI? Ó, megbeszéltük, oké. És milyen fájrendszert szeretnél? FAT32, hogyha majdnem mindenhol szeretnéd használni, ha csak Linux alatt EXT4-et szeretnéd, és az NTFS is eléggé elterjedt Windows-os formátum, azaz ezek között lehet választani. 4 darab van, nyilvánvalóan nem annyi, mint hogyha kézzel formáznál terminálból, és rettentő sok lehetőség ott van, ezeket nyugodtan lehet használni. Azaz én FAT32-re szoktam leformázni, mi legyen a neve? Olyan nevet adsz neki, amilyet akarsz, én egyértelműen megadom ennek a nevét, kitörlöm, hogy Sony. Sony. Legyen neve mindenképp, mert vannak olyan fájlkezelők, ami megjeleníteti. Azaz nem csak azt látod, hogy SDI per akármi, és akkor ott vannak azok a dolgok, amiket rátettél, hanem meg tudod nézni esetlegesen név szerint is, kötet név szerint is, és akkor természetesen kényelmesebben tudsz vele dolgozni. Fél másodperc alatt be lehet írni, többet beszéltem róla, mint ami alatt elkészítettem. Partíció tábla típusát meg tudod adni MS-DOS, vagy GPT, vagy DEFO, alapértelmezett. Ha neked, ami ide került, az teljesen fura, és hát te el se tudod képzelni, hogy mit keres itt a DOS, az MS-DOS, akkor hozzá ne nyúj. Ennyi. Olvas utána, ha érdekel, de nyilvánvalóan az emberek 99,9%-át alapesetben egy sima USB pendrive leformázása esetén ezek aztán bizisten nem fogja érdekelni. Meg is tudod nézni a partíciókat, ha bizonytalan vagy, ne legyél, nézd meg fájlkezelőbe, hogy mi az össz, amit te leformázol, és biztosan akarod, akkor erre rákattintva lehet látni a partíciókat is, és akkor már biztos tudsz lenni abba, hogy mit szeretnél te leformázni. Azaz kétszer is megnézzük, illetve természetesen a partíciókat is el tudjuk tüntetni, azaz SDI, még egyszer megnézzük, ő a Sony, és kész. Az összes meghajtod, felcsatolt eszközöd, ami a géphez csatlakozik, és a rendszer eléri, azt meg tudod nézni. Elméletileg ez egy USB formázó, és esetleg valaki megpróbálhatja a Winchesterét is leformázni, vagy az SSD-jét. Én azt mondom, hogy ilyesmit nem kéne ezzel tenni. Nem próbáltam ki. Lehet, hogy működik.
és lehet, hogy nem. Azaz minden eszközt használjuk úgy, ahogy a készítője elkészítette, amire szánta, lehet, hogy működik, semmi elvi kifogás nincs az ellen, hogy nem működne, de nem próbáltam ki. Nem is szeretném kipróbálni, mert én ezt így például SSD vagy Winchester leformázására még nem használtam. Hülyeséget nem szeretnék mondani, nem szeretném, hogy valaki hülyeséget csináljon. Oké, teljesen készen vagyunk, és akkor a következőre bökünk, megkérdezi, hogy valóban akarjuk-e, és valóban a Sonyt akarjuk-e, és valóban szeretnénk ezt csinálni. Nem azért így mondtam, de mindenképp figyeljünk arra, nem azért ilyen dedós módszerrel mondtam, olvastam föl, vagy kommentáltam a dolgot, mert okos akarok lenni, hanem azért, mert leformázod, utána leshetsz az adataid után, ez komoly. Tehát a formázás, ami partíció, meg egyéb, ahhoz csak úgy nyúljál, hogy tudod is, hogy mi az, fáradtan. Éppen dekoncentráltan, 20 fele figyelve, ne csinálj ilyet, inkább holnap, vagy egy hét múlva, amikor teljesen kész vagy rá, és oda tudsz figyelni, egy leformázott lemez, egy USB pendrive, az elég kellemetlen. Nekem például kellemetlen lenne, hogyha véletlenül a harmadikat formáznám le, ami oda fel van sorolva, azaz a 32 gigás pendrive-ot, az egy adatmentési pendrive, és eltűnne egy csomag adatmentésem, azaz maradjunk annyiba, odafigyelünk. Nem hiába beszéltem ennyit róla, én elkövettem azt a hibát, hogy telepítéskor is rossz lemezre telepítettem, volt, amikor rossz lemezre írtam ki a mentéseimet, volt, amikor olyan USB-t formáztam le, amit nem kellett volna, azóta kihúzom, amire nincs szükség, azóta odafigyelek arra, hogy mit csinálok, mert az kellemetlen volt. Mindenkit szeretnék megóvni ettől az élménytől. Nem jó dolog. Oké, okay, yes! És akkor megadjuk a jelszót. Itt már észrevehetitek, ha jelszó megadásról van szó, akkor emeltebb feladat, végrehajtás van, emeltebb jog kell, azaz nem csak beütöd a jelszót, hanem tudatosodik az bizony, hogy ez most nagyon komoly. Visszavonhatatlan dolgokat tudsz tenni odáig, amíg te mezzei felhasználó vagy, és beléptél, odáig csak a saját könyvtáradat tudod tönkretenni, az a te adatod, de mind emelt joggal le tudok formázni bármit, tönkre tudok tenni, hogy így mondjam, bármit, azaz vigyázzunk rá, nem ezzel kellene kísérletezni, és hitelesítettem magamat, és akkor elkezdi csinálni a dolgait. Látható a Sony, ami Sony névre fel is csatolta a Laci alá, nagyon intelligens ez az MX Linux, azaz készen vagyunk, és mit látunk? Totál üres. Örvendünk, elvégeztük a feladatunkat, és van egy teljesen tisztára sikált pendrive-unk, amelyre írhatunk ezen túl akármit. Nincs annál kényelmesebb dolog, mint kiválasztom azokat a lehetőségeket egy legördülő menübe, amik vannak, és utána enter, enter, enter jelszó mehet. Persze közben odafigyel az ember, hogy mit csinál, de igazából kezdőnek, középhaladónak nem biztos, hogy terminálból kellene 4-5 lépésbe ugyanezt a műveletet megcsinálni. Meg lehet, értelemszerűen meg lehet, scriptet is lehet írni, lehet mással is megtenni, egyértelmű, de az, hogy az MX Linuxosok adtak egy ilyet, az egy plusz. A következő kis eszköz, amit beszeretnék mutatni, lehet, hogy volt róla szó, lehet, hogy nem, gyors rendszerinformáció, rábökünk, és egy másodperc alatt legörgette azokat a dolgokat, amire nekünk szükségünk van, azaz egy egyszerű terminálos kimenetet kapunk, ez az Inksy nevű eszköznek a kimenete, és erről le tudod olvasni, mi van a gépedbe, mi hogyan, miképp, meg mi az, amit neked tudnod kell. Ez az az eszköz, ami nagyon kényelmes, gyakorlatilag nem nagy dolog, hiszen magát a terminálos Inksy-t is el tudod indítani, és ugyanígy kírja, illetve még jobban paraméterezve is kírja, tehát rész egységekre lebontva is kírja, és utána, ha akarod, kimásolod, beteszed akárhova, ahol ezt az információt meg szeretnéd osztani. Nagyon szépen lehet látni, gyorsan végig lapozgattam, de hát egyértelműen mindenki tudja,
hogy igazából ezek olyan adatok, ami a saját gépemre vonatkoznak, te is a saját gépedre lehívod, és akkor már tudod, hogy milyen CPU van bent, mi az, ami például videó meghajtó, meg egyéb, ami éppen működik, és professzionálisan tudsz választ adni, hogyha segítséget kérsz a kérdezőnek, a visszakérdezőnek, hogy hát neked milyen grafikus kártya meghajtód van, akkor megkeresed és beilleszted, szuper, igaz? Szuper, és nincs tévedés, nincs mellébeszéd, és nincs semmi olyan dolog, ami félreérthető lehet, és bizony ez kényelmes, illetve ennek a Inksivel ellenetétben annyi előnye van, hogy rögtön a vágólapra felmásolja ezeket az adatokat, hát de hát ez nem is igazán olyan nagy, hű de nagy dolog, amit ne tudnánk mondjuk terminálból megtenni, de kényelmi dolog. Kényelmes, gyors és bizony érdemes egyszer-egyszer átnézni, hiszen előfordulhat, hogy olyan információkat is kapsz, amit nem tudtál, és érdemes a gépedet ilyen szinten, legalább azon a szinten, ami ezt kilistázza, ismerni, hogy ne essél abba a hibába, amikor kérdeznek valamit tőled, hogy mi a mondjuk videó drivered, melyiket használod, vagy éppen a memória az mennyi, vagy milyen típusú, milyen sebességű, azokat igazából hát bizony illő ismerni, na hát ezt be is csukjuk, semmi érdekesség nem volt benne, ami idáig ismeretlen lett volna. Nagyon jó kis program, de jobban szeretem terminálból leívogatni ezt. A következő két beállítási lehetőség hasznos, de általában nem kell hozzányúlnod, mert gyakorlatilag telepítéskor, ha jól megadtad az információt a gépnek, a rendszernek ehhez hozzá nem kell nyúlni. Miért? Mert a lokációdat nem kell naponta változtatni, a keyboardot, azaz a billentyűzet kiosztást nem kell naponta változtatni. Nézzük is meg a lokáció beállítása, természetesen megadjuk a titkos jelszavunkat, ami nem három darab A betű, és létrehozandó nyelvi beállítások, kiválasztod azt a nyelvet, amin szeretnéd, hogy kommunikáljon veled a rendszer. Itt még nekem bent maradt egy, ezt kiveszem, azt pipálod be, ami szükséges, és azt veszed ki, ami számodra nem szükséges, azaz az a nyelvi beállítás lesz, amit te bepipálsz, azokat fogod tudni elérni. Én azt mondom, hogy ha nézed ezt a videót, és MX-et használsz, akkor természetesen próbáld ki ezt a kis programoskát, menjél végig, mert vagy két tucat nyelv be van pipálva, persze senkit nem zavar, hogy arab nyelven is, meg akármilyen nyelven is vannak itten konfigurációs dolgait, nem fog összekavarodni, és nem fog holnaptól kezdve veled kínaiul beszélni, egyértelmű, de én azt szeretem, hogy ami nem kell, az tűnjön el a gépemről, akármilyen pici kis helyet foglal el, főleg akkor, hogyha csak annyi, hogy bepipálom, vagy nem. Oké? Tehát maradjon meg az, ami kell, a magyar, és én azt mondom, hogy az angol, vagy még plusz, ami neked kell. Oké, utána megyünk a Next-re, és ennyi. A rendszer alapnyelvi beállítása olyan legyen, amilyen neked tetszik, legördülő menüből kiválaszthatod azt, ami számodra fontos, az UTF-8, ez az elterjedtebb magyar kiosztás, ez a rendszer nyelve, ékezetek általában, azt mondom, általában normálisan megjelennek, nem lesz ezzel gondod, hogyha ezt választod, és Next természetesen legenerálja, ami kell, és látható, ennyi volt az egész. Nyilván, hogyha 30 darab nyelvet beállítasz, akkor 30 darab nyelv legenerálása megtörténik, tehát egy kicsit hosszabb, vagy rövidebb ideig tart. Azaz az angol, illetve természetesen a magyar, ami számunkra érdekes, hogy biztos, ami biztos, ezek be legyenek állítva. A többiről te döntesz. Német nyelvterületen nyilvánvalóan nem a cseh nyelvet fogod beállítani, hanem a németet, logikus, villámgyorsan megoldható dolog. Következő dolog, keyboard, billentyűzet, ismerős, telepítéskor meg tudtad nézni. Megint jelszózunk egyet, ami nagyon fontos, emelt jog. Azaz figyelünk rá, egyértelműen ugyanazt kapjuk.
De hogyha változtatni akarsz, vagy telepítéskor megadtad, hogy a magyar és az angol kiosztás legyen, és újabb kiosztást szeretnél, akármi mást, akkor itt fel tudod venni, vagy eszedbe jut, hogy mégse használod soha az életbe az USA angol kiosztást, akkor rábögsz és minuszolod, illetve a plusszal hozzá tudsz adni, ha változik a billentyűzet kiosztásod, másikat választasz, általában a 105-ös jó, én általában a 105-öst állítom be, még akkor is, hogyha nekem a keskenyített billentyűzet, amit én használok, mert ez aztán mindig mindenhol jó, és működni fog, ha pedig valami speckó kell, nyilván a listából kitallózod. Gyors billentyű, na hát ez az úgynevezett gyors billentyű, ez iszonyat sok, azaz három beállítási lehetőség van. Váltás a másik kiosztásra, azaz az angol, inkább így mondom a nemzetközi kiosztás és a magyar billentyű kiosztás között tudok váltani. Kiválaszthatjuk azt, hogy mivel tudjunk váltani, tehát melyik billentyű kombináció legyen a váltógomb. Hát bizony elég sok van, én a mínuszt választottam, azaz semmit. Miért? Mert nekem itt van ez a kis ikonkám, ami a panelon lévő kis kütyű, és aztán avval tudok váltani. Én nem szeretem, hogyha rendszer szinten van olyan billentyű kiosztás, amiről tudok, természetesen ez egy fontos kitétel, hogy tudjak róla, és nem használom. Miért? Mert esetleg ütközhet egy programba, vagy egy általánosan beállított billentyű kombinációval, és utána kereshetem, hogy mi a hiba, és mi a szösz történik, nem működik, és aztán kiderül, hogy a billentyű kiosztást váltogatja. Szóval egyszerűbb kinegatívolni, kivenni azt, amire nincs szükségem. A harmadik szint váltásához nyilvánvalóan ugyanez, ha három billentyű kiosztást használ, ha három billentyű kiosztást állítottál be, akkor tudsz váltani. A kombináló billentyű helye, azt is meg tudod adni, nyilvánvalóan elég sok mindent tudsz beállogatni. Itt is én azt mondom, hogy ezzel nem fogunk foglalkozni, én kiszedek mindent, ami igazából nem kell. Haladó, na hát a haladó se haladó, tehát itt nem kell agysebész, illetve haddiplomás mérnöknek lenni, meg kockafejűnek, hogy megértsük. Alternatív kiosztás megjelenítése a billentyűzet ledek használatával, na hát ilyesmi nekem nem kell. Ne jelenítsen meg semmit az én ledjeimmel, az én ledjeim működjenek úgy, ahogy kell, az én ledjeimhez ne nyúljunk, az a billentyűzethez tartozik, a caps lock, meg egyébnek lenyomását jelezze, ennyi. A többi engem igazából nem hat meg, nem szeretem az olyan beállításokat, ami egy picit eltér a fősodortól, a megszokottól, mert abba belekutyulódik az ember, de van lehetőséged ilyen beállítására. A caps lock viselkedése, ismeritek a caps locknak azt a jó tulajdonságát, hogyha valamit gyorsan írsz, és véletlenül lenyomod, akkor esetleg 1-2-3-4 szakasz mondat, vagy esetleg oldal után veszed észre azt, hogy bizony minden nagybetű, ami meg nagybetű kellene lenni, ami kisbetű lett. Hát bizony ez elég kellemetlen, bár nagyon sok szövegszerkesztőben van olyan lehetőség, hogy megfordíts, nyilvánvalóan ezért, de gyakorlatilag meg tudod tenni, hogy a caps lock hogyan viselkedjen, mit csináljon, be tudod állítani. A caps lock használata másik menüként, vagy szuperként, tehát a Windows gombként viselkedjen. Itt ki tudod választani azt, hogy mi hogyan működjön. Én általában azt az elvet követem, hogy az ilyen beállítások, tehát a billentyű kombinációk, a billentyű átdefiniálása, az ne ilyen itt, ott, amott egy legyen, hanem ahogy volt róla a videó és cikk is a honlapomon, én egy megfelelő erre rendeltetett programmal csinálom, és az fixen használható. Ráadásul ott többféle kombináció kiosztást, átdefiniálást is meg tudok csinálni, azaz ez is olyan, hogy mínusz, azaz ki van húzva, hozzá nem nyúlok. Billentyűsorozat az X kiszolgáló kilövéséhez, az X adja neked a grafikus felületet, és hogyha ezt ki szeretnéd lőni, mert lefolyott egy program és nem jutsz semerre, akkor a Ctrl-Alt-Backspace billentyű kombinációval ki tudod lőni, le tudod állítani az X-edet,
Nyilvánvalóan nem szép dolog becsapni az ajtót az X felületen, tehát a grafikus felületen, de végső megoldásnak ez igazából működik, én ezt meghagyom. Meg szoktam hagyni, végső megoldásnak ez nagyon kényelmes, megnyomom a Ctrl-Alt visszatörlés gombot, és utána az X jó eséllyel, hogyha csak nem az fagyott le teljesen, az bizony bevágja a kaput, eltűnik az egész grafikus felület, és újra tudom indítani a dolgokat. Nyilván az MX Linux, legalábbis nálam, nem szokott lefagyni, nem szokott befagyni egy program, persze, ha kombinálok, meg variálok, meg okosabb akarok lenni, mint az MX Linux, akkor természetesen el tudod követni azt, hogy semmi nem működjön, de hagyjuk ezt alapállásba, nem lesz rá jó eséllyel soha szükség, hiszen itt azért nem szoktak lefagyni a dolgok. Oké, aplé, és akkor lenyomtam, és oké, becsuktuk a panelt, és ezzel is készen vagyunk. És utána nézzük meg a következő feladatot. A következő, nem is tudom, hogyan mondjam el. Rá van írva. Igazából ennél többet én se tudok mondani. Ezt megnyomod, akkor a panelra oda tesz egy ilyen kis ikonkát, és azt mit tudsz csinálni? A monitorodat kiválasztod, és annak a világosságát, sötétségét tudod állogatni, és utána a mentésre tudsz bökni, hogy le is mentse azt a beállítást. Tehát picit világosabb, picit sötétebbé tudod tenni a monitorodat, ha ezt támogatja a monitorod. Azaz nyilvánvalóan, hogyha nem támogatja, nem működik, de kényelmes dolog, bár én nem így használom, és nem ezt a megoldást használom, de valóban lehet abba ráció, hogyha nagyon világosnak érzed a monitort, például éjszaka filmet nézel rajta, vagy éjszaka kell rajta dolgoznod egy sötétebb környezetben, így mondom, akkor egy picit változtatsz rajta. Az is egy jó elgondolás lehet, még egy ötlet, hogyha kezd a monitorod, főleg a régi CRT monitorod sötétedni, akkor egy picit húzol a szoftveres világosságon, picit megvilágosítod a képet, és esetleg hónapokkal vagy évekkel meghosszabbítod a monitorodnak a használhatóságát, ami a mai monitorárak mellett nem egy utolsó gondolat, azaz egy kis csuszka mozgatásával és a mentés gomb lenyomásával tudod ezt állogatni. Nem fogom tudni bemutatni, nem szeretném bemutatni, mert nekem be van állítva a 100%-ra, nem igazán nyúlkálnék én ehhez, igazából mindenki el tudja képzelni. Kérdés az, hogy mondtam, hogy én ezt nem így használom, illetve ezt nem használom, hanem hogyan. Én a Redshift eszközt használom, ami nem csak sötétíteni tud, hanem a tónust is megváltoztatja, pontosítok, a színhőmérsékletet is megváltoztatja, volt róla cikk a honlapomon, vélehetően mindenki ismeri, egy picit, hogy úgymond megsárgítja vagy megkékíti a monitornak a tónusát, és a sokkal kellemesebb, mint a sima szürkítés, az a sötétítés, világosítás. Na hát ezt is túl beszéltem. Na hát, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, a következő részben pedig fogom folytatni azokat a gondolatokat, amiről eddig még nem volt szó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és vigyázzatok az USB-s cuccok formázásánál. Köszönöm szépen, sziasztok!